Dúró Dóra, független képviselőjön, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Lezárás ellenes pártként a Mi Hazánk Mozgalom nem tud hozzájárulni, hogy a kormány ugyanazt a következetlen járványkezelést folytassa, amit az elmúlt egy évben is bemutatott. Az oltási könyv a legújabb olyan elképesztő intézkedésük, amely ellen a leghatározottabban tiltakozunk, és az egyetlen párt vagyunk Magyarországon, amely ezt elutasítja, ugyanis ez igazságtalan, álságos, észszerűtlen és diszkriminatív is. Egészen egyszerűen önök azt hazudják, hogy maga az oltás nem lesz kötelező, de az oltási könyvvel valójában azzá teszik. Azt hazudják, hogy visszakapjuk az életünket, hogyha sikerül leküzdeni a járványt, azonban csak azok kapják vissza az életüket, akik beoltatják magukat. Akik valami miatt úgy szeretnének dönteni, hogy nem élnek ezzel a lehetőséggel, ők nem kaphatják vissza az életüket, nem járhatnak rendezvényekre, nem mehetnek el éttermekbe, nem vehetnek részt kulturális rendezvényeken, nem mehetnek be a sportlétesítményekbe, és sorolhatnám, hogy még mik azok a szolgáltatások, amelyeket önök ehhez kötnek. Ezt kényszerítésnek hívják, tisztelt képviselőtársaim, és ennél még az is egyenesebb, becsületesebb mód lenne, ha azt mondanák, hogy az oltás kötelező. De ehhez gyávák. Azt mondják, hogy aki nem oltatja be magát, az továbbra is üljön otthon a szobában.